Megőrizni a régi értékeket és vonzóvá tenni a látogatók előtt a rekonstruált műemlékeket, történelmi épületeket. Ez volt a témája a 4. Plannet.hu településfejlesztési konferenciának. Az építészek és a turisztikai szakemberek találkozóján bemutatták a nemrég megújult Várkertbazárt, a Diósgyőri várat, és bemutatkozott a megújult Kállai kúria is. Régi pompájában látható a Kállai kúria és az emlékpark is, igazi vendégcsalogatóvá vált a felújítás után. Az 1920-as éveket idéző épület a település turisztikai centruma, ahová szívesen látogatnak el azok, akiket érdekelnek a megye műemlékei. Ez pedig már a Baktaló rendházi Dégenfeld kastély egyik terme, ahol interaktív szobát is kialakítottak, hiszen a fiatalabb korosztály már digitális környezetben szívesebben ismeri meg a történelmi múltat. A történeti városrész rekonstrukciók és az idegenforgalom összefüggéseiről beszélgettek a két terület szakemberei a megyeházán, hiszen az elmúlt időszakokban sorra megújultak váraink, kastélyaink, templomaink. Ezeket a projekteket is bemutatták a konferencián. Az építész szakma szerint fontos a régit megőrizve újat alkotni, kreálni, és nem csak a történelmi épületekre, műemlékekre, közintézményekre igaz ez, hanem a lakóházakra is. Elég sokat éltem már szakmában is, amikor mindent halálét értek, szanálni kellett, bontani kellett, és csak új épülettel lehet mindent megvalósítani. És öregedő fejjel egyre inkább sajnálom azokat az elvesztett értékeket, a régi házakat. Most már minden a legkisebb, legrosszabb állapotban lévő épületet is sajnálom, mert az igazi, izgalmas feladat az, amikor a régit megőrizve új kiegészítésekkel újra kell gondolni valamit, újra hasznosítani, sokkal magasabb rendű teremtő értéket lehet létrehozni. Látjuk, hogy milyen sivárak nagyon sok helyen a modernnek nevezett sematikus épület együttesek. Igaz ez a közintézmények szempontjából is, vagy vonatkozásában is, de igaz ez a lakóházak vonatkozásában is, úgy gondolja? A lakóházoknál sajnálom, hát maguk az építészeket is, figyelve elmennek külföldre, vagy egy idegen városba, mindig a történelmi részekben érzik, a régen kialakult részekben érzik jól magukat, nem ezben a steril modernista környezetben. Természetesen lehet nagyon jó hangulatú mai épületeket is csinálni, de az igazi érték az, amikor együtt él a múlt és a jelen. Vendégünk a stúdióban Vég József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészkamara elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát itt a megyében hogyan tud együtt élni a múlt és a jelen, és mennyire lehet büszke a megye a épített örökség megőrzésére? Hát én azt gondolom, hogy a mi megyénk nem biztos, hogy az egész ország előtt kellően ismert ilyen szempontból. Én egyetemista koromban is szembe kellett nézzek egy mértékadó építész professzornál azzal, hogy egy fél éves feladat kapcsán a megye műemlékeiről, vagy éppen Nyíregyháza értékeiről akarok valamit mondani, és majdnem, hogy ezt a választ kaptam, hogy itt tulajdonképp szinte semmi nincsen, amit budapesti szemmel vagy ottani látásmóddal értékén nevesíthetünk. Mi építészek azonban számos ilyen dolgot tartunk számon, úgy Nyíregyházán, mint a megye egyéb területein, úgyhogy a Nyíregyházán az Alpár Ignác féle életmű, a megyeháza, a koronaszálló, a megyében szintén számosan kastély, kúria létezik, amik jegyzett dolgaink. Most és konkrétan, hát egészen egyedülállóak a középkori templomaink például. Ez az utóbbi éveinknek egyik nagy felfedezése, és ebben úttörő munkát végeznek itt bizonyos szervezetek, barátaink, megszállott ez a területfejlesztési ügynökség itt néhány tagjával, és hát az egész cég filozófiájával. Úgyhogy általuk ezen a nyomvonalon szervezett kerékpárutakról szinte hetente ad most már híradást a Kelet-Magyarország, és egy egészen új logika, vagy új késztetés, ez amit a középkori templomok útja most jelent a megye lakóinak, azt gondolom, illetve nem csak magunknak szánjuk mi ezt, hanem
pillanatnyilag, vagy a közelmúltban mi volt a legjelentősebb ilyen műemlék felújítás a megyében? Volt néhány olyan dolog, de én most kicsit elfogultan az ország talán 31-32 kiemelt turisztikai projektje között a Kállai Kúria és Emlékház megújulását, beruházását szeretném megemlíteni, annál inkább, mert ezen a bizonyos negyedikplanet.hu konferencián, ennek a másodnapján az elméleti dolgok után végül is egy könnyített félnapos kirándulás, vagy szakmai tanulmányút keretében mintegy 50 fő nézhette meg ennek az építmény csoportnak egy hatalmas kastélyparkkal körülvéve a megújulását, úgyhogy egy milliárd körüli nagyságrendű beruházás volt ez, tehát több épületet és egy jelentős kastélyparkot érintve. Azt gondolom, hogy mindenkinek tudnia kell a megyébe, az országba is talán arról, hogy mi történt. Itt egy nemzeti emlékhely született, a Kállai családnak itt van a temető kápolnája, tehát azon túl, hogy a Kállai kúriából egyfajta múzeum született, emellett egy rendezvényteremmel is gazdagodott, ahol konferenciák, esküvők, tehát ugye a napi élet beszivároghat a területre is, és hát ettől azt szoktuk mondani, hogy az épület műemlék hosszú életű, amit használnak, és folyamatosan rajta van az ember figyelme. Én azt gondolom, hogy a Kállai Kúria és Emlékpark eljutott most már erre a szintre, hogy remélem nem kell aggódjunk 100 éves távlatban sem, amiatt, hogy ez az építmény, épület, komplexum megmarad. És hát egyre több jó gyakorlat alakul ki arra, hogy hogyan lehet a 21. századi igényeket becsempészni a régi épületekbe. Azt gondolom, nagyon komoly üzenete van ennek az építészeti konferenciának, különösen most, amikor elmondhatjuk, hogy újra fellendülőben van az építőipar, és az építési kedv láthatóan emelkedik Magyarországon is, itt a megyében is. Egyetért velem? Egyértelműen. Nyilván ez a műemlékvilág és az a fajta napi építési gyakorlat nyilván két olyan terület, ami között persze az építészet mind nem szempontból megjelenik a régi és az új dolgoknál is, de két külön működő dolog ez. De mégiscsak együtt kell, hogy éljen, hiszen ez is elhangzott. Ettől függetlenül minden építész bármelyik egyetemen végez, az alap tudásának az egyik mérföldköve az, hogy tanuljuk meg a múltunkat, tanuljuk meg a építési hagyományainkat, és hát abból építkezzünk akkor is, amikor új dolgokat akarunk kitalálni. Milyen számokat tudunk mondani itt a megyében, hogyan alakulnak mondjuk a lakásépítésben családi házak, illetve társasházak, épülnek-e a közeljövőben? Évelején ugye elindult ez a CSOK által motivált és hatalmas érdeklődést kiváltó program. A könnyebb reakció ideje azt gondolom a családi házaknak volt, és azokat rögtön a tavasz időszakban építészettel foglalkozó tervezők, irodák azonnal érzékelték. Pénzintézetek nyilván szintén, ez a másik oldal, hogy építeni csak pénzügyi háttérrel lehet. Igazából a társasházak vonalán viszont, tehát ebben a szegmensben a kínálat inkább az ország középső részén indult meg sokkal hamarabb, mint ahogy itt a mi megyénkben, akár a megyeszékhelyen, vagy a kisebb városainkban. Ma már elmondhatjuk itt elsősorban a többek között a megyei, illetve a városi tervtanács hetente összeülő alkalmainak tapasztalataira építve, hogy minden ilyen heti alkalommal egy-két-három akár Nyíregyházán épülő vagy építendő társasház szakmai bírálatára kerül sor. Úgyhogy az első fél évben még hiányzó társasházas választék az megjelent, és igen erősen lehet azon inkább gondolkodni, hogy kell-e még új frontokat nyitni, kellenek-e még új projektek, de egyenlőre ezek még mindig folyamatosan jelentkeznek, és itt-ott már az épülő házakat is látjuk. Nemrégiben változtattak az építési engedélyezési eljáráson. Ennek milyen tapasztalatai vannak, és hogyan illeszkedik ez a fellendülőben lévő építőiparhoz? Nyilván ez egy ilyen komplex gondolatcsomag itt az építéssel kapcsolatos bürokrácia csökkentés jegyében. Ennek a területnek a gazdájaként a miniszterelnökség
nagyobb gondolati csomagokat rakott össze. Ennek egyik eleme ez a építési bürokrácia csökkentés. Tavaly évvégén jelent meg egy 456/2015-ös jelzésű kormányrendelet, aminek tükrébe egész Magyarország első reakció az volt, hogy de jó, most már semmit, mindent lehet, mindent szabad, még terv se kell, meg tervező se kell, stb. De hát ez nem így van. Ez akkor sem volt így, és most még inkább nem. Minden esetre ezt a viszonylag zavaros időszakot, hát idézőjelben mondom, de legalábbis bonyolult, mondjuk az, hogy bonyolult időszakot, olyan 5 hónap után felváltott egy másik rendelet, nem az előzőnek a módosítása, hanem egy 155/2016-os számú kormányrendelet, ami igazából újra szabályozta, vagy más mentalitással szabályozta ezt az egész történetet. Megjelölt átmeneti időszakot, és július 1-től, vagy 1-től kezdve egyértelműen rögzítve vannak azok a tervi tartalmi műszaki követelmények, hogy milyen terveket is kell egy új lakást építőnek, a 300 négyzetméter alattiakra vonatkozik ugye ez a történet, elkészítenie. Ezt a mandátumot, a rendelet a Magyar Építészkamara és a Magyar Mérnöki Kamara kezébe adta, és ezek leírt formában megszülettek, és hát igen, és úgynevezett kiviteli terv dokumentációt kell készíteni, amiben az építészet mellett a tartószerkezet, az úgynevezett épületberendezések, az épületgépészetet, épületvillamosítást jelenti, és hát egyéb ilyen közmű rákötések és a többi. Tehát sok mindent kell készíteni. Ez ahhoz, azt gondolom, hogy megérne majd egy újabb beszélgetés. Egy lényeg történet, az, hogy nem olyan egyszerű a dolog, tehát szakemberhez mindenképpen fordulni kell, és engedélyeztetni kell mindenféle építést. Így igaz, és egy fontos dolgot még egyszer, ma építészeti világnap van, ez minden év októberének első hétfőjén van, ilyenkor egy picit az építész szakma szembenéz az elmúlt évével, meg a jelenével, és tulajdonképpen egyfajta ilyen gondolatrendezés zajlik. Mi ezt heteken át tesszük a megyei építészkamara keretei között, úgyhogy elkezdünk hetente, két hetente előadásokat, szakmai beszélgetéseket. Megnézzük, ki érdemel egyfajta szakmai elismerés, diplomadíjat is szoktunk ilyenkor kiosztani, illetve most aktuálisan minden évben egyfajta épülettípust megjelölünk egy díjazásra, pályázatra alkalmas módon. Most a lakások világát fogjuk az idén a megye tervezőinek, várjuk magyarul az ilyen irányból érkező pályázatait, és némi pénzjutalommal megerősítve ezeket összegyűjtjük, díjazzuk, kiállítjuk a kamara székhelyén. Köszönjük szépen, hogy befáradtunk. Én köszönöm a lehetőséget.